estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit, érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákat gyűjtöttem össze. Idén is lesz Lecsó Fesztivál, mutatjuk, mire kell készülni, és akik szeretnének versenyezni, most jól figyeljenek, tippekkel, receptekkel is készültünk. Hány ház annyi szokás, ezen közmondás alól nem kivétel a lecsó elkészítése sem. Viszont az, hogy ki hogyan szereti és hogy a zsűri tetszését melyik nyeri el, az kiderül az idei lecsófőző vigasságon, szeptember 8-án. A Lecsó Fesztivált anno Sipos József indította, a hagyományait mi is tovább visszük, most már városi rendezvényé nőtte ki magát a lecsófőző vigasság, amin idén is egyre többen és egyre gyorsabban jelentkeznek az emberek szerencsére. Most már a helyek nagy része elkelt, közel 600 főzőhelyel indítottuk a regisztrációt, és már 400 fölött van a jelentkezés. Azt vettük észre, hogy ez már Székesfehérváron egy ilyen tradíció nőtte ki magát. Nagyon sok cég, nagyon sok baráti társaság ebben az évben akár külföldről is barátokat, ismerősöket hozva jön és együtt ünnepel a város lakóival. Egy nagyon jó kis vigasság keretein belül, ahol színpadi programokkal próbáljuk színesíteni ezt a napot. A piacon is készülnek már a rendezvényre. A kofák a legjobb minőségű áruval várják a versenyzőket. Sőt, ilyenkor többen előre rendelnek, de az árusoknak ez sincs ellenére. Óta rákészülünk a Lecsó Fesztiválra. Nagyon jó minőségű paprikát, paradicsomot, jó érett árut kell hozzá biztosítani. Ki a vékonyabb húsú, ki a vastagabb húsú paprikát szereti, ki a húsosabb paradicsomot, ki a kevésbé húsos paradicsomot, ki a lédúsabbat. Hagymát biztosítunk alá, úgyhogy feltétlenül fel kell készülnünk rá. Egy éve tanultam meg a lecsót főzni úgy, hogy a családomnak is most már azt merem mondani, és ők is azt mondják, hogy most már megtanultam lecsót főzni. Az egyik törzsvásárlómmal beszélgettem itt is, és mindig panaszkodtam, hogy a család nincs megelégedve a lecsómmal, mert hogy kicsit sok alatta a lé, kicsit ilyenebb, kicsit savanyukásabb, hogy mi a trükkje. És elmondta a trükköt, és ez most úgy működik nálam, hogy a hagyma után nem a paprikát vágom be, hanem a paradicsommal kezdem. Ezt egy nagyon kedves vásárlómtól tanultam, és bevált. Azt lehet még róla elmondani, hogy a Lecsó Fesztivál előtti napokban, hetekben már többen fölkeresnek bennünket, és leadják úgymond a megrendeléseket, hogy paprikából, paradicsomból, hagymából, esetleg cukkiniból, mert van, aki cukkinit is tesz a lecsóhoz, mennyire lenne nekik szükségük, mikor jönnek érte, azt mi előkészítjük, és akkor már csak csomagolás és viszik a előkészítendő anyagokhoz. Ilyenkor előkerülnek a családi receptek, a titkos összetevők. Mindenki a sajátjára esküszik, és azzal indul a versenyen. A család megy, én megadom a tippeket, a recepteket, és ők majd úgy elkészítik, és akkor valószínűleg, hogy az én receptem alapján készült lecsóval fognak benevezni. Hány éve járkál már ki a családdal együtt így a lecsó főzőre? Mikor még a Sipos újságíró úr élt, ő találta ezt ki, és akkor nem is tudom, annak már van vagy 20 éve legalább, ugye? Azóta, követjük kezdettől fogva. A csapatoknak az ízek mellett figyelni kell a tálalásra is, sőt a vendégszeretetükről is biztosítani kell a zsűrit, ugyanis az értékelésnél mindenre figyelnek. A zsűri azt figyeli elsősorban, hogy az autentikus, eredeti lecsó hogyan készül. Nem szoktuk figyelni azt, hogy mennyire variálják különböző fűszerköltöményekkel, ázsiai fűszerekkel. Mi azt keressük az igazi lecsónál, a paprika, a paradicsom bente legyen, esetleg a kolbász, azon kívül nagyon sok mindennek nem kell belepakolászni. A legfontosabb a jó minőségű paprika, a paradicsom, illetve a kiváló minőségű paprika. Esetleg akkor a külön díjakról, amikor beszélt, az, hogy díjazzák esetleg a különleges elkészítés, ami a zsűrinek tetszett? Hogyne, természetesen van többfajta díj. A zsűri díja az számomra a legértékesebb, mert mi azt is figyeljük ez mellett, hogy az a versenyző, aki megjelenik a rendezvényen, mennyire
zsűribarát, vagy hogy mondjam, vendégbarát. Mert azt nézett, amikor oda megyek az asztalához, és amikor rám vendégül át az asztalánál, ugye vendégül, mint az otthon látná vendégül a barátjait, vagy a rokonait. Mi ezt figyeljük, és ennek megfelelően a tálástechnikát, az ízvilágot, az eredetiséget, az autentikusságot figyeli a zsűri, és erre szoktunk mi adni külön díjat. Jelentkezni még nem késő, de a szervezők szerint rohamosan fogynak a helyek. Így aki bemutatná lecsóját, a képernyőn látható elérhetőségek valamelyiké jelezze azt. Az idei év újdonságával egy kicsit bővül a programkínálat. Seregélyesen paprika termesztő úriember, aki már a paprikáival, a chilivel nyert Amerikában díjat, idén megfőzi az ország legerősebb lecsóját, a fehérvári lecsó főzővigasságon. Milyen módon tudnak jelentkezni azok, akik részt akarnak venni a Lecsó Fesztiválon? Az idei évtől online jelentkezésünk van, tehát ez egy kicsit megújult az eddigi hagyományokhoz képest, tehát mindenki a www.fehérváriprogram.hu honlapon tud tájékozódni az online regisztrációról. Ez már azt jelenti, hogy a főzőhelyét mindenki saját maga foglalja be a felületen, és pedig nem mi osztjuk ki. Hatvan zeneileg tehetséges, hátrányos helyzetű fiatal kapott lehetőséget arra, hogy jazz és klasszikus zenei tanulmányokat folytasson a Schneidberger Zenei Tehetségközpontban. A 6 hetes intenzív nyári kurzus most hétvégén ért véget, mi is ellátogattunk a zárógálára. A Schneidberger Zenei Tehetségközpontban nyílt napon ismerhették meg az érdeklődők a felsőőrsi intézményben zajló munkát. A 17 éves gitáros Ádám István 5 éve jár ide, Ukrajnából érkezett. Nekem már többet jelent, mint egy iskolai képzés, sokkal többet, olyan, mintha hazajönnék. Nagyon intenzív ez a kurzus. Napi 4-5 óra van minden diáknak. Együtt vagyunk, együtt zenélünk, fellépünk, és ez nagyon feltölt. A 10 és 18 év közöttiek vesznek részt. Idén 20 új tehetség érkezett, és teljesen kezdőket is beválogatott a diákok közé Schneidberger Ferenc. Többnyire gyerekek 10 évestől, egészen 18 van kivételek, ami 20 éves, és hát az ország minden részéről vannak itt nálunk gyerekek, vannak, akik teljesen kezdők, de amikor vannak a meghallgatások, mindig látok valamit bennük, amit talán ki tudunk hozni. És vannak olyan, akik többnyire zenész családból jönnek, nagyon sok gyerek van olyan, akiknál, mit tudom, a papa vagy a testvérük zenél, tehát nagyon szoros kapcsolatban vannak a zenével, és ennek mindig nagyon örülünk, mert van már valamilyen előképzettségük. Milyen műfajokban dolgoztak itt a 6 hét során, és hogyan érkeztek? Általában énekesek jöttek, vagy jöttek különböző hangszerekkel? Milyen hangszerekkel érkeztek? Ez mindig változó, annak, akik nagyon sokat az éneket, nagyon népszerű, jönnek többen, de
Amit mi tanítunk, ez többnyire klasszikus zene, improvizáció, meg a jazz, meg a world music, ha ezt lehet így mondani. Próbának a végébe hallgatózhattunk bele, itt láttam, hogy 5-6-an zenélnek együtt. Hogyan alakulnak ki ezek a csoportok, akik együtt zenélnek? Ők egymást kiválasztják, de amikor vannak a zenei gyakorlatok, valamint a ritmus szekció, akkor nekünk bele kell nyúlni, mert azért mi jobban értünk még ez hozzá, hogy ki kivel passzol a legjobban össze, de akiket most hallgatunk, ők már régebb óta nálunk vannak, és ez egy saját kompozíciók, amiben segítünk, hogy minél jobb legyen, és de ez általában mindig itt a záró koncert, amire nagyon készülnek, meg izgulnak, ezt összerakjuk, és ezen dolgozunk, hogy minél jobb legyen. Ez azt jelenti, hogy ugye a zárókoncerten már nyilván több mű fog elhangzani, hogy önök választják ki ezeket a műveket, vagy pedig a diákok maguk hoznak egy ötletet, amit aztán jóvá hagynak? A diákok nagyon sokszor, amikor az elején már elmondom nekik, hogy minél több műsor van, tehát minél több darab, amit játszanak, nekünk az annál jobb, mert abból tudunk választani. És aztán mindentünk kell, hogy mi legyen a koncerten. De nekem annak nagyon örülök, hogyha nagyon-nagyon repertoárjuk, mert ez nem csak erről a koncertről szól, a záró koncert, hanem mi szoktunk játszani máshol is, és ez nekünk nagyon fontos, hogy úgy tudjam összeállítani a programot, hogy nagyon színes legyen. Ez többnyire jazz, meg a klasszikus zene keveréke. Most ugye lezárult már ez a tábor, és mondta az újdonságokat is. Milyen újdonságok voltak akkor ebben az évben az új gyerekeken kívül, akik nyilván itt voltak? Hát itt inkább a kisebbekre gondolok, akik 10-től 10-11 éves gyerekek, több van belülük, ez ilyen még nem volt. És hát velük nagyon sokat kellett foglalkozni, mert teljesen más zenei előképzésekből jöttek, és ezen dolgoztunk nagyon sokat. Ez egy új dolog nekünk, meg hát a darabok kiválasztása, annak olyan gyerek, akik már tényleg nagyon magas szinten játszanak, sőt olyan, hogy már lehet velük együtt játszani. Nagyon szeretek velük, például a Vonós négyes. Elkezdtük a fuga művészetét, ami nagyon komoly darab, és hát a gitárosok, hát mindig néven valami nagyon, tényleg nagyon kiemelő. A klarinét, fantasztikus, nagyon ügyesek a gyerekek. Ugye ez általában intenzív 6 hetet jelent egy fontos összezártságot, azt gondolom. Mit tud erről, hogy mennyire működnek aztán tovább a gyerekek így a mindennapokban egy-egy tábor után? Mennyire tudnak ők együtt zenélni? Hát igen, ez nehezebb, mert ilyenkor a gyerekek, akik itt a vidékiekre gondolok, azoknak nehezebb, mert elmennek innen tőlünk, aztán ahova visszamennek, nincs nekik az a lehetőség, hogy együtt tudnak muzsikálni, és ez nagyon hiányzik nekik. Úgyhogy erre azt találtuk ki, hogy Pesten szeretnénk egy próbatermet létrehozni, ami egyébként folyamatban is van, és akkor ott hetente egyszer vagy kétszer tudnak a vidékiek együtt ismét találkozni. Tehát ők valahogy a kurzus végén nincsenek elfelejtve, vannak mentorok, akik ezt az egészet gondozzák, és a gyerekek problémáit, minden megbeszéljük, szülőkkel tartják a kapcsolatot, és hát próbáljuk őket úgy, hogy úgy beosztani, meg foglalkozni, hogy minél több kapcsolatok legyen, maradjon a zenével. A gitárművész Németország legrangosabb jazz elismerését vehette át a héten. A nemzetközi elismerést zenei munkásságáért, valamint a Snedberger Zenei Tehetség Központ létrehozásáért érdemelte ki, amely hátrányos helyzetű tehetségeket támogat. Először kaptam most Németországból, tényleg már régóta én díjat. Tehát sok elismerésben részesültem, de koncertek, nagy fesztiválok alapján, de ez egy nagyon komoly díj, amit minden évben valami kiemelkedő teljesítménye valaki megkap, és hát ez fontos nekem, minden díj, ami elősegíti a pályafutását az embernek. A klasszikus zenét és az improvizációs zenét a jazz tanítják többfajta hangszeren, gitáron, klarinéton, cimbalmon, fuvolán, hegedűn. Hát ez a 6-7 nekem felejthetetlen egyrészt, mert barátok is nagyon jó barátságok szövődtek itt, így a második év alatt is. A tanároktól, önöktől tanulhatunk, akik zeneakadémián, meg világszerte elismertek, és ez nekünk nagy élmény és nagy fejlődés. Nagyon.
Mennyire határozza meg a következő évedet az itt töltött 6 hét, amit ugye nyáron te nem a strandolással töltesz elsősorban, hanem itt egy komoly tanulási folyamatban veszel részt? Meghatározó, mert van egy célom, hogy zenész legyek, és szeretném ezt megvalósítani, és sokat kell áldozni, nagyon sokat kell áldozni, de megéri. Van tehetséges, hátrányos helyzetű fiatal zenész tanulhat itt nyaranta több hetes kurzusokon. Idén 6 felejthetetlen hét után most zárult a tanév. A nyílt napot követően zárógálán mutatták be tudásukat a központ hallgatói. A hőségben, amikor kevesebb ruhát viselünk, a rovarcsípések könnyen megkeseríthetik a feltöltődésre, kikapcsolódásra szánt időt, vagy a szabadban töltött órákat. És hogy a nem kívánt vendégek okozta kellemetlenségeket miként védhetjük ki, vagy miként kezelhetjük, azt rögtön mutatjuk is. Nyáron szinte elkerülhetetlenek azok a bizonyos égő, fájdalmas piros foltok testünkön, amelyeket a rovarcsípés okozhat. Ezek a csípések többségükben nem veszélyesek, de képesek lehetnek tönkretenni a nyári pihenésünket. A rovarcsípésnek többféle tünete lehet. Lehetnek lokális, illetve szisztémás tünetek is. A legveszélyesebb az, amikor a vérkeringésbe kerül, például adott esetben egy mély csípésnél, mert akkor anafilaxiás sok keletkezhet. Na most a lokális tüneteket fenisztilgéllel lehet kezelni, már hogyha allergiás rá az illető. Hogyha anafilaxiások felépnek, akkor rögtön kórházba kell menni, vagy mentőt kell hívni, és akkor tonogén injekció jöhet szóba. Egyébként az anapen is nagyon jó, ugyanaz gyakorlatilag a hatóanyaga, és ezt a beteg magának is tudja alkalmazni. Hogyha nem ismert az allergia, akkor mindenképpen ki kell vizsgáltatni, és ez már házi orvosi keretek között is lehetséges, csak fizetős. Ezt fontos észben tartani, hiszen ez az allergiás reakciók egyik legsúlyosabb formája, ami akár életveszélyes is lehet, ha a beteg vagy a környezetében lévők nem ismerik fel idejében a tüneteket. Ilyen reakció esetében azonnal mentőt kell hívni, ha pedig a csípés nem okoz ilyen jellegű tünetet, házilag is sokat segíthetünk bőrünkön, szervezetünkön. A jegelés az mindenképpen jótékony hatású lehet, illetve non-szteroid gyulladás csökkentőknek az alkalmazása, tehát például ibuprofen, hogyha az ödéma olyan fokú. Előidézhet nagyfokú gyulladást is, és ilyen esetben antibiotikumot kell alkalmazni, tehát mindenképpen érdemes a házi orvosát megkeresni a paciensnek. Ugyanis ha a csípés begyullad, abban az esetben már csak antibiotikummal lehet kezelni azt, de az enyhébb csípésekre sok olyan készítmény is alkalmazható, amiért nem kell a patikába menni. Jó, ha van otthon aloe vera, menta, almaecet, vagy éppen citrom, esetleg uborka, hiszen ezek a csípés hűsítésében, a fájdalomcsillapításban és a gyulladás csökkentésben segítenek. És nyáron bizony a méhek, darazsak is több helyen megtalálhatóak, mint az év többi időszakában. A problémát pedig az okozza ilyenkor, hogy az idő múlásával egyre többen lesznek, és egyre nagyobb területet védenek le. A szakember azt tanácsolja, felkészületlenül semmiféleképpen ne próbáljuk meg a fészket eltávolítani. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy komoly védőfelszerelés nélkül nagyon nem szabad nekiállni, mert igen erős fullánkkal rendelkeznek, még a normál méretű német darázs vagy keskeny darázs is nagyon komoly szúrásokat tud ejteni, és hát személy szerint én már olyan régóta foglalkozom ezekkel az állatokkal, hogy az én szervezetem már immunis a darázsszúrásra, és hogyha én kapok egy szúrást, akkor is hatalmas önfegyelemmel, de végrehajtom a munkámat, és utána igyekszem kezelni a sebeimet. A darazsak a legkisebb helyeket is megkeresik, és beköltöznek oda, így érdemes figyelni rájuk, és amennyiben mi is tapasztaljuk otthonunkban, környezetünkben a megjelenésüket, a balesetek elkerülése érdekében forduljunk szakemberhez.
Augusztus 1-e az Anyatej világnapja, augusztus 1. hete pedig a szoptatás világhete. Mutatjuk, hogy miért is olyan fontos erről beszélni, miért fontos erre felhívni a figyelmet. Most már lassan 5 kiló. Szűcs Molnár Díja kolléganőnk kisfia, 7-hetes Ádám lesz lassan 5 kilós. Az édesanyja számára nem volt kérdés, szoptatni fogja-e a gyermekét. Egy kisbaba életében ez a legfontosabb táplálék, mind minőségileg, mind pedig mennyiségileg. Ádám, amikor a pocakban volt, akkor én már utána néztem dolgoknak, hogy hogyan is lenne érdemes őt szoptatni, és természetesen az anyateljes táplálásnak milyen... úgymond dolgai vannak, amit muszáj elsajátítani az előtt, mielőtt ő megszületik. Abszolút nem volt nehéz. Nagyon kis ügyes volt, egyszerre ráérzett arra, hogy hogyan és mit is kell csinálni. Ha szeretné, akkor körülbelül fél óránként kapna enni. Nem, igény szerint kap enni. Úgy nagyjából másfél-két óránként kellene, de vannak napok, amikor persze sűrűbben. Ugye, amikor őt szoptatom, akkor ő nem csak enni és inni kap, hanem biztonságot teremtünk, egy kis anya-baba buborékot, úgyhogy ő mindent megkap akkor. Anyát is, az ételt is és az italt is. A Szabad Művelődés Házában tartott program alapján Díja tökéletes anyuka. A Szoptatás Világnapja alkalmából tartott rendezvényen elhangzottak szerint ezek a legfontosabb alapelvek a babanevelés tekintetében. Székesfehérvár 2011 óta szervez programokat a Szoptatás Világhetén, hogy az édesanyák minél több érdekes és hasznos dolgot tudhassanak meg magukról és a babájukról. Elsősorban az egészséges életkezdetről beszélünk ebben a körben. Nekünk nagyon fontos, idén nyitottunk, most szeptember 1-ével nyílik az egészségfejlesztési iroda a városban, de évek óta, 2011 óta foglalkozunk egészségfejlesztési programokkal, és már hagyományosan minden évben megrendezzük az anyateljes táplálás világ napja környékén a programjainkat, mert az egészséges életkezdet, az egészséges fejlődés az egy nagyon-nagyon fontos kérdés mindenki számára, a családok számára is, és az egész társadalom közösség számára is nagyon fontos kérdés. Itt kiemelten foglalkozunk egy laktációs tanácsadó segítségével, magával a szoptatással, az anyateljes táplálással, ez egy nagyon fontos kérdés. Mentőtis segítségével, a gyermekkori, csecsemőkori balesetekről, azokról a helyzetekről, élethelyzetekről, amikre a szülőknek kiemelten figyelnie kell, valamint egy TSMT terapeutával, az őrbéli játékok a korai fejlesztéssel foglalkozunk az előadásaink kapcsán, valamint a programon folyamatosan elérhető dietetikai tanácsadás, babamama jóga, illetve babamasszázs oktatás. A kismamáknak és kisgyermekes anyukáknak szóló programot azért szervezik meg évről évre Székesfehérváron, mert a város egészségügyi és sporttanácsnoka szerint fontos, hogy a családok minél több támogatást kapjanak. Székesfehérváron és igazából egész Magyarországon nagyon fontos az, hogy a családokat segítsük, az, hogy megállítsuk a fogyó népesedést, és minél több segítséget adjunk azoknak, akik családot vállalnak, akik gyerekeket vállalnak. Ehhez nagyon sokféle intézkedés elképzelhető. Ehhez hozzátartozik a létesítmények fejlesztése, bölcsödék, óvodák felújítása, újak létesítése, de fontosak az ilyen rendezvények is, ahol találkoznak a kismamák, és esetleg másoknak is továbbadják ennek az örömét. Egy kisbaba érkezése teljesen megváltoztatja a család életét, de Szűcs Molnár Díja szerint minden perc megéri. Kolléganőnk azt mondja, Ádám egy csoda baba. Én, aki állandóan pörögtem, és a nap 24-be kerestem az ingert, most egy kicsit ez visszaszorult, de hát teljesen leköti a figyelmet. Tehát nincs az, hogy lenne egy fél óra olyan szabadidő, amikor mondjuk csak magaddal tudsz foglalkozni, vagy úgy megnéznél egy jó kis filmet. De amikor itthon van az apukája, akkor természetesen próbáljuk az én időt is betartani, hogy legyen egymásra időnk, és az általában Ádám akkor hagyja is.
boldogságot. Nem tudom, nagyon szerettük volna már őt, és talán ezáltal is mondhatjuk azt, hogy egy csodababa, hiszen nagyon-nagyon vártuk, de azt tudom mondani, hogy szerintem nagy megbirkóztunk a feladattal, mind az apukája is ugyanúgy böfisztett, pelenkáz, öltöztet, mint mondjuk az anyukája, szóval így azt tudom mondani, hogy így összességében beleszoktunk már ebbe a feladatba. Kedves nézőnk, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!